Minthogy korona időkben élünk, és minthogy fogalmunk sincs, hogy hogyan terjed, vagy hogyan kezelhető ez a vírus, ezért természetesen mindenhol észszerűen kötelező a maszk. Viszont a videón keresztül nem terjed, úgyhogy az érthetőség kedvéért most leveszem, és rögtön tárgyra térek. Az első, amit szeretnék megemlíteni, a fuga szelleme, ami nekem nagyon fontos abból a szempontból, amit persze mások is már megemlítettek, hogy a fuga egy olyan hely, ami egyrészt nyitott, másrészt pedig sokrétű. Tehát, hogyha az ember mondjuk idejön ebbe a térbe, ahol most itt ülök, egy koncertre, akkor mellesleg elmehet egy kiállítást megnézni, vagy egy könyv, vagy könyveket válogatni. A kiállítás az engem különös módon érintett, mert néhány évvel ezelőtt egy City, azaz Városok című kiállítást rendeztünk. Az Uli Gabi volt a kurátor ennek a kiállításnak, és Perenyei Mónika nyitotta meg. Ez azért fontos számomra megjegyezni, nem csak azért, mert ez egy szép kiállítás volt, és mert hogy örülök, hogy ez itt létrejött, hanem azért is, mert Perenyei Mónikával azóta több projektet is készítettünk, terveztünk, illetve valósítottunk meg. A szívemnek legfontosabb ilyen közös munkánk ez az édesanyám naplójának a kiadása a Tények és Tanúk sorozatban, ami a Smár Rózának a szerkesztésében jelenik meg, és Dávid Anna igazgató is követte, vagy nyomon követte a naplóból készülő könyvet. Perenyei Mónikával több éven át közösen szerkesztettük ezt a több mint 1000 oldalas naplót, amiből így végül is a felét sikerült könyvalakban publikálni. A szerkesztés mellett mindketten írtunk hozzá bevezetőt, és a napló keletkezés történetéhez az tartozik hozzá, hogy amikor 1991-ben egy televízió eszét készítettem, aminek az volt a címe, hogy a híradó hatalma, vagy más fordításban a televízió forradalma, akkor az egy olyan koprodukció volt, ami a magyar televízió és a ZDF, a második német televízió között készült, és aminek a szerződésébe belevettük, hogy a magyar TV köteles ezt a televízió forradalma, vagy ezt a forradalmi televíziós eseményt, ami 1989-ben történt, levetíteni. Minthogy a film elkészülte után a magyar televízió megtagadta a vetítést, ebből világosan vált számomra, hogy a rendszerváltozás korán sem fog olyan egyszerűen és euforikusan lefolyni, mint ahogy 1989-ben ez kinézett, és ezért annak idején édesanyámat kértem arra, hogy legyen szíves, jegyezze fel, hogy mi történik a televízióban, de természetesen mi történik körülötte, hogyan változik meg a világ körülötte. És ennek apropójában kezdte el a naplóját írni, aminek az első 2-3 évében a médiaháború egy jelentős témája. Ezzel párhuzamosan persze beszámol a hétköznapokról, a szociális szolidaritás felszámolásáról, és az ezzel párhuzamos, vagy éppen ezzel összefüggésben megjelenő politikai eseményekről. Édesanyám 4 éve halt meg. A naplójával való foglalkozás nekem 3 éves gyászmunkát jelentett, ami nagyon fontos volt számomra abból a szempontból, hogy
hogy mindazt, amit nem tudtam vele megélni, vagy mindazt, amit nem tudtam vele megbeszélni, azt így a naplóján keresztül sikerült vele kommunikálnom, hogyha úgy tetszik, de minden esetre ő kommunikálta velem ilyen értelemben. A napló sokrétű és sokféle színezete van. A édesanyám magyar és történelem tanárnő volt, és ezért nagyon sok irodalmi vonatkozás is található a könyvben. Ebből egyet, az utolsót szeretném felolvasni. Aranykéz utcai szép napok. Ma dél körül hatalmas robbanás rázta meg az Aranykéz utcát. Egy gépkocsi repült a levegőbe, tulajdonosával Boros Tamással, alias Óriás Tamással együtt, aki valószínűleg rendőrségi besúgó volt, és mert kiterjedt alvilági kapcsolatokkal, mellesleg hatalmas vagyonnal is rendelkezett, az Aranykéz utcai házak összes ablakai betörtek. Az épületek, üzletek megsérültek. Ám ennél sokkal szörnyűbb, hogy 24 ártatlan ember is megsérült, 4 pedig meghalt az alvilági leszámolás miatt. Mert éppen akkor, éppen arra vitte szerencsétlen sorsa. Aranykéz utcai szép napok, ilyen címmel a drága Krúdi Gyula írt tündéri szépségű novellákat 1916-ban. Ezek álomszerűek, addig nem ismert módon líraiak, szabadon csapongva idézik fel egy letűnt világ furcsán kedves zsáner alakjait. De hát most nem 1916-ban, hanem 1998-ban vagyunk, haramiák között élünk. Ennyi az idézet, és a könyvhöz még azt mondanám el, hogy Herman Veronikától olvasható az Ésben egy kitűnő recenzió. Köszönöm. Ennyi.